Hiába a hely ismerete, több évnyi kortojázás. Gyorsan megtörténik a baj, ha a befagyott óra enyhe időben merészkedik az ember. Szentes Nándor azonban nem ijedt meg, amikor beszakadt alatta a jég. Azt mondja, a tolnai Dunaholtágnál nem mély a víz. Másrészt azért sem esett kétségbe, mert korcsolyázni társaságban jár, és baj esetén van kihez fordulnia. Hókiütőt pedig éppen azért visz mindig magával, hogy azzal megütögesse a jeget megfelelő vastagságú-e. Idén most először, de már évek óta vártam, hogy végre kijössek. Mert hogy előtte sosem volt már, sok-sok év volt a rendes jég, és ezért érdemes kockáztatni, de csak egy kicsit. Tolna megyében a hétvégén mínusz 10 fokig hűlt a hőmérséklet. Természetes vizeink befagytak. Ám az idő enyhülésével a jég is olvadni kezdett, és korcsolyázás közben jól lehet látni, ahogy mozogni kezd. Ez pedig éppen azt jelzi, hogy nem szabad rámerészkedni, mondja Akkerman Zsuzsanna, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság hivatalvezetője. Főszabály szerint tilos a szabad vizek jegén tartózkodni korlátozott látási viszonyok között, járművel, kikötők, illetve veszteglőhelyek területén, valamint a folyóvizeknél. Ha igen tartózkodunk, akkor egyedül arra kell figyelni, hogy minél határozottabban, lassan, nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk a tóvizén, illetve lehetőség szerint egy arra alkalmas bottal ellenőrizzük azt, hogy ráléphetünk-e arra a jégre. Több személy együttes sportolásakor arra kell figyelni, hogy a kellő távolságot azt tartsuk be egymástól. Nagyon fontos, hogyha egyedül tartózkodunk a jégen, akkor mindig nagyon nyugodtan, megfontoltan, egyenletesen kell haladnunk, és esetleg meg lehet győződni egy bot segítségével arról, hogy az előttünk lévő jég az megfelelő szilárdságú-e. Ha pedig már megtörtént a baj, akkor is több szabályt érdemes betartani. Ha beszakadt a jég alattunk, akkor az a legfontosabb, hogy azonnal feküdjünk hasra, és minél nagyobb testfelületünkkel, arccal a part felé próbáljunk meg kijutni a part irányába, lassú, kúszó mozdulatokkal, majd minden lehető eszközt vegyünk igénybe, akár egy bottal keresztbeti, vagy ne kerüljünk a jég alá. Ha pedig jég alá kerültünk, vízbe kerültünk, akkor kerüljük el a felesleges mozgásokat is, és azonnal hívjunk segítséget. Klem Zsolt, a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium testnevelő tanára is azonnal korcsolyát húz, amint befagy a Duna. Azt mondja, mindig körültekintően kell kiválasztani a korcsolyázás helyszínét. 1-2-3 napig lehet igazándiból korcsolyázni, és ilyenkor az ember kompromisszumosan bizonyos kockázatot bevállal. De igazándiból én itt ackóztáztatom helyiként, aki ismeri a vizet, tudom, hogy milyen mély, tudom, hogy hol az a nagyobb vastagság, ami ki szokott alakulni. Tehát igazándiból én itt ackóztáztatom, hogy vizes leszek. Kicsit lendületesebben kell bemenni. De hangsúlyozom, mi bevállunk egy olyan fajta kockázatot helyiként, amit nem biztos, hogy mindenkinek ajánlok, illetve hát nem szerencsés. Tehát, hogyha véletlenül valaki lemegy, véletlenül se menjen egyénileg le, tehát mindig legyen valaki társ, aki tud segíteni, vagy segítséget hívni, hogyha van valami. Mert bizony, hogyha valaki beszakad, akkor nagyon sokszor ugye azért szakad be, mert gyenge a jég. És egy gyenge a jég, akkor visszamászni a jégre nagyon nehéz. Általában azon valaki beszakad a közepén, vagy beljebb, akkor a partig törni kell magát kifelé. Vagy amit egy megoldás, amit többször alkalmazhattunk, máshol hassal kifekszik az ember, és akkor megpróbál belőle én kimászni. A korcsolyázás az egy mámorító sportág, hogyha saját véleményemet mondhatom, siklik az ember. Ráadásul itt szabad korcsolyázásról van szó, tehát olyan természeti környezetben, hogy tényleg bámulatosan gyönyörű az egész környék. Úgyhogy ha mód van rá, és már elég biztonságos ég, mert tökéletesen biztonságos sosem lehet, ezt hangsúlyozom. Na, 8-10 cm-es égnél akkor már biztonságban rá lehet menni. Két biztos dolgot tudok mondani. Az egyik az, amikor kisebb gyerekkel egy fakutyát, vagy bevásárló kocsit, vagy széket szoktunk csak szépen kitenni a jégre, és azt tolni. Ez létrejön olyan testhelyzet, amitől gyakorlatilag oltatlanul magától megtanul. Igazi biztonságot még akkor tud szerezni, hogyha nem arra koncentrál. Mi például úgy tanultunk meg igazán jól élbiztonságot szerezni, hogy rögtön korongozni kezdtünk.
És akkor nem azzal foglalkozott az ember, hogy na, el ne esek meg, hogy csúszok, hanem ott a korong, és menni kell. Nem volt mese. Tehát a korcsolyázás az nem egy tömegsport, tömegeket megmozgató sport itt a környéken. A testnevelő tanár hozzátette, a fiatalok nem csak korcsolyázni nem járnak, úgy általában nem népszerű a mozgás a gyerekek körében. A gimnáziumokban bevezetett digitális oktatás miatt a testnevelés órákat is másképp kell megtartani. Klem Zsolt edzésnaplókat vezettet a gyerekekkel. Így ellenőrzi, hogy a tanulók elvégezték-e a feladatokat. Már egy jó páran visszajeleznek, hogy már annak ellenére, amit én kiadtam, illetve azon felül, amit kiadtam, már önmaguk is azért belső igényel élnek és mozognak. De ez még mindig nagyon kis százalék. A többség sajnos belekényelmesedik ebbe. Probléma a mozgás. Nagyon a probléma. Még egy érdekesség az, amit mondok, ugye testnevelőként évente felmérjük a gyerekeket. És ugye osztályoznunk is kell annak ellenére, hogy készségtantárgy. És az osztályozásoknál a saját magam által meghatározott szinteket évente lejjebb kell vinni ahhoz, hogy ne szülessenek olyan szörnyűen csúnya osztályzatok. Klem Zsolt a motiváció miatt nem ad rosszabb érdemjegyeket, mert úgy véli, a leromlott jegy még inkább a gyerekek kedvét szegné.